Lotman Tamás nemzetközi jogász elvállalná a közös ellenzéki miniszterelnök jelöltséget. A Közszolgálati Egyetem docensét elmondása szerint több ellenzéki párt támogatná. Botka László, az MSZP jelöltje egyelőre nem reagált arra, hogy kihívója akadt. Tavaly ősz óta több név is felmerült a baloldal miniszterelnök jelöltjeinek listáján. A legújabb aspiráns Lotman Tamás nemzetközi jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Több politikai párttal beszélgettem, több politikai pártból kifejezték a támogatást, tehát nyilván saját magamtól csak úgy nem feltétlenül állok elő, hogy éppen nincs jobb dolgom. Lotman Tamás pártokon kívüli jelöltként indulna, és, mint fogalmazott, a szakmai kormányzás alternatíváját kínálná a bizonytalan, illetve a Fideszből kiábrándult választóknak. Az MSZP elnöksége Botka László szegedi polgármestert ugyanerre a pozícióra jelölte. Nem biztos, hogy alkalmas lehet arra, hogy a teljes ellenzéki spektrumon egyfajta pártpolitikától független kormányprogrammal válhasson miniszterelnök jelölté. Ismétlem, ez nem probléma, hanem csupán a jelenlegi helyzetben egy olyan korlát, amely korlátot nagyon sok ellenzéki politikai párt és a legtöbb ellenzéki politikai szavazó szeretne átlépni. Szerettük volna megszólaltatni Botka Lászlót is, de nem akart nyilatkozni. Múlt heti sajtótájékoztatóján sem kérdezhettek tőle az újságírók. Az MSZP alelnöke is csak annyit mondott most, hogy megvárják, hogyan zárulnak Botka László egyeztetései az ellenzéki pártokkal. Lotman Tamást értékes embernek tartom. Mindezek mellett a Magyar Szocialista Párt miniszterelnök jelölt támogatottja Botka László. A DK azt írta kérdéseinkre, hogy továbbra sem kívánnak a nyilvánosság előtt beszélni az ellenzéki tárgyalásokról és a jelöltekről. A Párbeszéd is hamarosan bejelenti saját jelöltjét, aki reményeik szerint egy előválasztáson mérheti össze magát a többi ellenzéki aspiránssal. Az Együtt nem kívánta kommentálni Lotman Tamás bejelentését. Az LMP kérdésünkre megerősítette, hogy továbbra sem változtatnak politikájukon, és egyedül vágnak neki a 2018-as választásoknak.